A magyar érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett író Tóth Máté Miklós a Nagyra hivatott című két felvonásos drámájának ősbemutatóját tartotta az Anotta Art Egyesület társulata Tatán június 7-én. A színdarab a 16. században csaknem római pápává lett érsek Bakócz Tamás történetét mondja el. A darab Bakócz Tamás és Dózsa György viszonyát, az őket körülvevő történelmi helyzetet tárja a közönség elé. A tatai önkormányzat 2010-ben az 1510-es tatai országgyűlés 500. évfordulójára kérte fel Tóth Máté Miklós drámaírót, írja meg Bakócz Tamás történetét. Tudom, ha van királyodat. Öreg, beteg, rövidesen temetheti. Utódja is van. Egy gyerek, kormányzó valaki, egyben gyámja is. Ez lehetett volna nagyságod is, csak hát a tervezésben olykor hiba csúszott. Csak nem érsekséged áll a tervek mögött. Lassan negyed százada már, hogy az elképzelései szerint alakul itt minden, mert nálunk a királyt nem második Ulászlónak hívják, hanem Bakócz Tamásnak. Érthető, ha így látja a nagyságot. Hiszen a leghőbb vágya, hogy a királyt első Jánosnak nevezzék. És hogyan gondolnak erre azok az özvegyek, árvák, akiknek hozzátartozói? A keresztes a testvérháborúban haltak meg, és hogyan azoknak szerettei, akiket nagyságot, Temesvárot kegyetlen módon kivégeztetett? Ezt épp érsekséget kérdi tőlem, aki ezt a szégyenteljes keresztes hadjáratot meghirdette. Mert hogy éppenséggel nagyságodig tették azzá, mivel az én nevemhez kötődött. Téve, eminenciád. Történhetett volna ez másképp is. Ha nem a parasztokkal, mindenféle zavaros felé csuhásokkal, meg az elégedetlen olyan éppen szegődik egyesség. Szegődtem volna én a főnemesekkel is, ha hajlandónak mutatkoznak rá, de nagyságod előtt is nyitva állt a lehetőség. Ugyan, akkor már kinevezte Dózsát vezérnek. Egyébként el tudtam volna képzelni, hogy magamat meg a katonáimat egy parasztnak rendeljem alá. Lehetett volna a nagyságod is a vezér, ha vállalja, és alvezérnek Dózsát teszi meg. 2009. Akkor gyűlt össze egy olyan bizottság polgármester úrnál, amelyiknek az volt a dolga, hogy a 2010-es évben az országgyűlés 500. évfordulóját valahogy méltóképpen ünnepeljük. Én abban az évben más kapcsolatok révén Tóth Máté Miklósnak egy sárospataki diákokról írt regényét megismertem, dolgoztam vele elég sokat. Roppant kellemetlen munka volt, mert ki kellett volna javítanom a nyomdai szöveget, és sose bírtam a szövegre figyelni, mert mindig a regényt olvastam. Tehát állandóan elszaladt a szemem, és akkor állj vissza, tehát aztán végén elolvastam elő a regényt, és másodjára tudtam csak kijavítani. És feltűnt, hogy milyen feszes párbeszédek vannak, milyen szimpadia az egész történet. És ott a bizottságban, hogy beszélgettünk, bedobtuk azt, hogy mi lenne, hogyha születne egy dráma a korról. Körül is néztünk gyorsan, ki is derült, hogy nincsen igazából. Dózsáról vannak magyar történelmi drámák, de azok meg főleg osztályharcos szemléletűek. Holott azt azért már a 70-es évek óta tudta a magyar történetírás, hogy nem sok köze van az osztályharchoz, annak a problémának. Hanem arról van szó, hogy itt van egy olyan gazdasági fejlődés, amikor a magyar középosztály kénytelen konstatálni, hogy mindenképpen a nemzetközi piacról kiszorítják őt, éppen a magyar főurak maguk, és van egy olyan kétségbeesett kísérlet több hullámban, hogy ezt megállítsák ezt a folyamatot. És ez a mozgalom robban aztán ki, Fekete Nagy Pál, azt hiszem a szerzője annak a monográfiának, ami leírja ezt, hogy hogyan mennek végig a mezővárosokon a paraszti hadak. Nem véletlenül, hát oda valók, azt ismerik. Na, ez a történeti millió. És ehhez jött, hogy ugye az 1510-es országgyűlés nagyembere meg Bakócz Tamás. Most Dózsát idehozni nem lehetett, az ugye későbbi esemény. Ulászló király a magyar köztudatban elég negatív módon él dobzse-dobzse, bár hozzá kell tennem, hogy a színdarab itt is tudott nagyon sok újat hozni az ő királyi fenségéről, és mint édesapáról ezt a kettőt megmutatni. És aztán ott a bizottságban hozott az ötlet, hogy mi lenne, ha megpróbálnak egy drámát kérni. Annak idején én lettem az összekötő, tehát az ötlet az ugye a bizottság részéről jött az áldás, hogy próbáljuk meg, és akkor én beszéltem a szerzővel, úgy gondoltam, hogy ő neki olyan történeti dráma van, 6 történeti dráma van már mögötte, olyan termése van, vagy olyan múltja van, hogy valószínűleg ezzel tud segíteni. Ami a nagy fájdalom maradt, hogy könyvkiadásig eljutottunk, könyvet be tudtunk mutatni, de színpadra nem ért oda. És akkor évek óta, hogy kacérkodtunk, mindig voltak hírek, hogy hát ha most, és most pedig oda tér vissza a darab, ahogy gyakorlatilag született. A darab Bakócz Tamás pápa választásig vezető útját mutatja be? Nem. Ott kezdődik. Tehát ugye az lenne az izgalmas, ha azt mutatná. Nem, ott kezdődik, hogy hazajön. Nagyon izgalmas kérdés egyébként, hogy
Egy ekkora bukás után, vagy bukás ez egyáltalán, Magyarországon mi bukásnak gondoljuk, pedig hát nem az a normális, hogy az olimpia második helyzetje lett. És a Bakusz maga is kesereg egyet, hogy nem, az fog megmaradni rólam, hogy a majdnem pápa. És hogy akkor utána mit lehet csinálni? Hogyan talál egy új célt az életében? Vagy hogyan próbálja meg, talán ez a kudarc is hozzájárul az, hogy azt mondja, hogy akkor mégis csak ennek az országnak hasznára válni, hogy azt az erőteret, ami a személyes hasznom lett volna, hogyan használjam jobban, és elindítja ezt az 1514-es toborzást, ami egy nagy ötlet, egy nagy elképzelés, és aztán sok kicsinyes aljasság, és persze sok messzebb tekintő politika, legalábbis így mondják, hogy ez annak számít, meggátolja. Az volt a kérdés, hogy megtaláljuk az igazit, az embert a dolgok mögött. És ha valami kérdés volt, akkor az ez volt, hogy próbáljuk meg megrajzolni azt az embert, aki ugye a magyar történetben végig egy ilyen fekete oldalnak tűnt, holott valóban minden szándéka arról tanúskodik, hogy ezt a hagyjáratot ő sok szempontból komolyan gondolta. Nyilván volt benne egy olyan szándék, hogy a saját befolyását ezzel radikálisan növelni tudja még tovább is akár. Nyilván volt benne egy olyan szándék, hogy át tudja strukturálni a magyar nagyurak közti hatalomleosztást, és nyilván ők ezt észre is vették. Tehát van egy nagyúri játék is. És az író a maga fantáziájával, érzékével, szabadságával belelát valami egészen mást is, azt a felelős államférfit, akivé válik valamikor a történetben. Az erdődi jobbágy, vagy erdődi kerékgyártó fiából, ugye, aki a kis keresztet tákol magának a kerékgyártó műhelyben, és azt megtalálja majd öregként, hogy vajon mi megy keresztül, hogy minden hatalmat megszerezni, és aztán utána, hogy de hatalom nem önmaga, miért nem öncélúan van. Ezt azt gondolom, hogy ez kifejezetten drámai elem. Ha szándék volt, akkor egyetlen valami volt, hogy próbáljuk meg lehántani az egészről magát, ezt a szemléletet, hogy a parasztok és a nemesek. És ez nagyon szépen sikerült. Tehát a főúri intrikáknak a világa, a hatalmasoknak a leosztása, az ebben megjelenő nyers katona embereknek a világa, az itt levő óriási vita, érinti a darab, hogy a ferences szerzetesek, domonkosok azok mennyire nem értették egymást, ugye a ferencesek, akik a nép között vannak, és a nép szószólói, és a domonkosok, akik kiválóan műveltek, és rendkívül képzettek teológiailag, az értelmiség két külön rétege, ugye, szociális munkástól kezdve az akadémiai tanárokig, és hogy nem tudnak szót érteni egymással sem, és hogy ezek a rengeteg feszültség, hogy robban ki, ezt kereste a szerző. Nézőként szeretted a darabot? Mikor láttad? Nekem volt alkalmam már a főpróbát, vagy a pedagógusoknak szóló bemutatót látni, és ez azt gondolom, hogy nagyon izgalmas ötlet volt, hogy ez a közönség lássa először. Igen, hozzá kell tenni, hogy ugye én már 5 éve olvasom ezt a darabot, és van benne egy olyan mondat, amire egy idős magyar tanárnővel, magyar szakos tanárnővel közösen mondtuk ki azt, hogy van egy olyan jelenete, ami a szerelmet Shakespeare mésében érti meg, és tudja. És ezt nagyon vártam, ezt a jelenetet, és hát várom, hogy a mai előadáson talán még erősebb is lesz, de megrökönyítő volt, és így is, tehát az ember nem tudja kivonni magát hatásáról, és az egy jelentés született meg a darab, már nagyon sokat tett, de ennél messze többről van szó. És készítesd elő a szállásunkat. Úgy lesz, érsek, atyám. A lovakról se feledkezzenek meg. Itassák, etessék meg őket, és csutakolják le valamennyit. Elfáradtak, a felfrissülés nekik is kiáll. Gondolom lesz erre is, atyám. Eminenciás ura! Felség! Kedves Tamásom! Vártalak már nagyon! Nehezen telt el az a 2 esztendő nélküled, amit távol voltál. Megtisztelő felség. Érezd magad újra itthon. Köszönöm. Ne neheztelj azért, hogy nem lehettem jelen a fogadásodon. Tudd be gyengeségemnek. A gyomrom havagod, kedves Tamásom, miként ha kövekkel lenne elirakva.
Azért azt hírűhozták nekem, hogy nélkülem is nagy ünneplésben volt részed. Ami ugyancsak meglepett, mert nem erre számítottam. Nem erre? Hát akkor mire? Arra, felséges uram, hogy úgy kell majd beóvakodjam Budára, leginkább a kertek alatt, hogy senki se lássa. Mint egy kelletlen lelki málhát, mely mind nehezebben cipelhető. Miről beszélsz, eminenciás uram? A pápa teljhatalmú legátusaként jöttél haza. De nem pápaként. Márpedig én akartam azzá lenni, felség. Ezt tudjuk mind a ketten. Mégis, zúgnak a harangok és zeng a vivát. Zeng? Hangban nincs is hiány. De kiláthat a lelkekbe, ösmerem a mieinket. A kiáltozások mögött megbújva, mint egy zugban, ott sonyíthat a kár öröm is. Mióta lett ilyen érzékeny Bakóc Tamás? Egyébként is Krisztus urunk sem lehetett proféta az övéi között, ezt éppen te ne tudnád. Ha nem is nyerted el a pápai tiarát, ott lehettél a jelöltek között. Ki mondhatta el ezt eddig a magyar főpapok közül? Senki. De ők legalább mentesek maradhattak a kísértéstől. Nem úgy, mint én, aki már majdnem a fejemen éreztem a hármas koronát. Ha lesznek, akiknek megmaradok az emlékezetükben, úgy adják tovább az utódaiknak is, hogy én voltam az a magyar főpap, akiből majdnem pápa lett. A borúsan lát most Tamásom, ami érthető. Hiszen én sem gondolok vidámabban, a Rómában történtekre. Én magam! De Zsigmond fivérünk, a lengyel király, és mindent megtettünk a pápává választásod érdekében. De elmondható ez Miksa császárról is. Aki előzőleg már Cornetto bíborosnak is megígérte a támogatását. Az öreg városba történt bevonulások pompázatának híre hozzánk is eljutott, ez a díszes mustra helyén való volt, hiszen ezáltal is országunknak irányítottad a figyelmet. Az én szándékomban is ez munkált, mert így módon Gyula pápát is meg akartam győzni arról, hogy utódaként. Nekem már nem a vagyonom gyarapítása lenne a célom. Nyájasan fogadott, megölelt, és úgy nézett rám, mintha egy régen látott rokona érkezne hozzá látogatóba. Valaki, aki az ő hódító, harcias, nyugtalan uralkodása után most már békejobbot akarja nyújtani a világnak. Csak halála után jutott tudomásomra, végrendeletileg meghagyta, bárki lehet az utódja, kivéve a magyar bíborost. Fölkértek, írjak egy drámát Bakóc Tamásról. Itt Tatán kértek föl, pontosabban Márkus Gábor és a polgármester úr Mik József szerették volna, ha én írok egy drámát Bakócról. Ez meglepett, megmondom őszintén, mert nem volt a terveimben, hogy Bakóc Tamásról drámát írjak, viszont érdekes módon Zápolya megfordult a fejemben. Bizony, és ezt talán említettem is a Márkus Gabinak, és nyilván erre emlékezett. Minden esetre én kértem egy hét gondolkozási időt, és aztán elvállaltam a darabot egyszerűen azért, mert valamiképpen, valahol, tudja, van, amikor úgy látensen jelen van egy figura egy drámaíró életében, hiszen már több történelmi drámát írtam, és mindig kellett, hogy valamelyik hősöm, az valamiképpen megérintsen. És azért mondtam, hogy most Bakóc is valahol a tudatom alatt ott lehetett, mert mindig idegesített, hogy a pártállamban ugye Dózsa elvtársról beszéltek mindig, és Bakócot szinte meg sem említették, hogy margóra került. A korszak egyik legnagyobb egyénisége, aki csak nem pápa lett. Ha valaki egy történelmi személyiségről drámát ír, azt én aztán tudom, hogy valami fajta metamorfózison megy át. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy Isten kísértés egy valaha élt nagy egyéniségről drámát írni, mert ez óhatatlanul egyfajta metamorfózison megy át, és ezért
az én Bakócomról van szó, vagy az én Károli Gáspáromon, az én Kun Lászlómon, soroljam tovább, az én Szent Címen, most próbáltam az eddigi történelmi drámáimat, mert, hogy mondjam, hát az ember szeretné élővé mozdítani, nyilvánvalóan. És ha maga megnézi történetesen a Bakkósz drámámat, és azt mondja, hogy ilyen is lehetett Bakkósz Tamás, akkor én már elértem a célomat. Én azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy az ember minden sallangtól mentesen, tehát, hogy mit mondtak róla, mit beszéltek mi, abból induljon ki, amit ő elképzelt erről. Meg kell formálni. Én mindig az érzelmekre hagyatkozom. Mindig. És természetesen hát minden történelmi regényem vagy drámám előtt az ember tanulmányokat is folytat, vagy tanulmányokat utána néz az eseményeknek. És ilyenkor a hiátusokat szereti a legjobban a drámaíró, mert hiszen azt nekem kell kitölteni. Hogyan lett a karrierista, önmagát előtérbe helyező Bakócz Tamásból gyakorlatilag egy mindenkiért dolgozó és a hazáját nagyon komolyan képviselni akaró főpap? Hát valójában ezt a drámában is érzékeltetni szerettem volna. Remélem, hogy kijön belőle ez is, különösen amikor az unokaöccsével van az a végső jelenet. Hogy vajon érdemes-e olyan magasra emelkedni? És tudomásom szerint többször is mondja, hogy ahelyett, hogy minél többet Istennel beszélgettem volna, el voltam foglalva mindig saját magammal, ez kétségtelen. És valójában ez a fajta belső elégedetlenség próbálta őt egy kicsit mássá tenni, mint ahogy élt tulajdonképpen. Mert az biztos, hogy Bakócz, hát itt mondja is, sőt, amikor hát Rómába bevonult, úgy vonult be, mint egy király, olyan gazdagon. Hát nyilvánvaló, hogy az a gazdagság, az azért sok minden mást is föltételezett, tehát, hogy azt hogy szerezte meg, és egyáltalán. De egy biztos, ő mindenképpen az országért akart cselekedni, különösen pápaként. Tehát egyértelmű, hogyha ő lett volna a pápa, akkor bizonyára el lehetett a Mohácsot is kerülni. De neki az volt, ha már nem lehetett pápa, akkor viszont ezzel a keresztes haddal akart valamit cselekedni, és talán ez is kijön a drámából, hogy feltett szándéka volt, hogy együtt maradjon a sereg Dózsa vezéletével, és egy új fekete sereggé álljon össze. Mert hiszen Mátyás azért tudott nagy király lenni, mert volt egy ütőképes fekete serege. Amiben nem packáztak a kis királyok, a főurak. De halála után, hát ott kezdődtek a bajok. Tehát, hogyha ez sikerült volna Bakósznak, hát egyáltalán, ha a urak nem verik szét valósággal a keresztes hadat, és kezdődött minden, amit már tudunk, akkor bizony mássá lett volna sok minden. Mert itt ahány izé volt kiskirály, annyi sereg, annyi terület, annyi, szóval borzalmas helyzet volt. Akadtak még becsületes bíborosok, akik meg akarták szolgálni az ajándékaimat.
Hát akkor mégsem lehettél valami bőkezű, eminenciás uram, mert a végső megmérettetésnél kihátráltak mögüled. Így lett pápává a firenzei Medici János, a 18 itáliai bíborosok egyike, akikkel szemben mi csupán heten voltunk más nemzetiségűek. Mellesleg szólva ez a Medici. Az első körben csak egy szavazatot kapott, és a Gyula pápa halálát követő gyászversek egyikében sem található a neve. No, gyászverseket is írta. Fliscót, Riariót és Gribanit. Halálpékukat az erények koszorúja övezi. Az első bátor, gazdag és hatalmas, a második a becsületesség ragyogó tüköre, a harmadik éles és fenkölt elméjéről híres, a negyedik a tudományok tündöklő napja. Bravo, bravo, bravo! Bátor, gazdag és hatalmas. Ezek a jelzők valóban ráillenek eminenciádra. Én vagyok? Igen, te vagy. Igen, olyannyira, hogy voltak, akik azt terjesztették, ha aranyért lehetne megvásárolni a pápaságot, azt én tehetném meg. Hát azért. Lehet, de azért akadnának még bíborosok, akik licitálhatnának rá. Azért nem maradnál alul, ebben biztos vagyok. Hogyan már? Ez csak egy titulus, aki mondjuk jól hangzik. De semmi több. Legfőbb méltósággal, tizedik Leó pápa bír. Éppen ezért, mint általa kinevezett legátus, beszéljünk most már a mai tanácskozásról. Amit kérésedről össze is hívattam. Mondd Tamásom, nem lehetséges, hogy távol maradjak? Nem. Mind nehezebben viselem a hosszú üléseket. Ott kell lenned, felség, nem nélkülözhető a jelenlétet. Hát miért? Annyi mindent elintéztél már nélkülem. Most sem lenne ez másként. Az urattól nem kell tartanod. Ők örömest rábólítanak a keresztes hadjárat szervezésére. Különösen, hogy a semmibe se kerül nekik. Ösmerheted őket. Akkor makacsolják meg magukat a leginkább, ha a sajátjukból kell áldozatokat hozni. De ebben az esetben mégsem mentesülhetnek ettől. Mert ha kihirdetjük a pápai bullát, mindenünnen áradnak majd a hadba. Köznevesek, papok, diákok, de akár még végvári vitézek is felcsaphatnak keresztesek ki. De leginkább jobbágyok érkeznek majd. Vajon nagy uraimban ezúttal lesz-e annyi belátás, hogy saját érdekeik fölé helyezik hazájuk, de egész Észak-Kelet-Európa érdekeit? Mert legátusi megbizatásom nem csupán a felséged uralta magyar és cseh országainkra vonatkozik, hanem lengyel, porosz, orosz, lett, litván, norvég, dán és svéd területekre is. A török elleni fellépés, még ha innen is indul ki, a kereszténységet akarja megóvni a pogány veszedelemtől. A darabot én azért szeretem, mert egy sor olyan ismeretanyagot is közvetít, amit egyébként úgy nem nagyon tudnak az emberek. És hogyha már színházról van szó, meg történelmi drámáról, pláne kortárs történelmi drámáról, akkor azt hiszem, hogy valami ilyesmiben kellene gondolkodjunk, hogy úgy nevel, úgy szórakoztat, hogy közben ismeretanyagokat is átad, olyan nézőpontokra hívja fel a figyelmet, amit eddig nem nagyon vettünk észre, vagy elsikkadtunk fölötte, vagy netán az egész történelmet, vagy a történelemnek egy részét egy új megvilágításban tárja elénk. Tehát ez a darab. A szerep, mint színész, hát biztos a korral is együtt jár, de én már egyre inkább olyan szerepeket szeretek, amin el lehet gondolkodni. Nem csak a nagy lelkesedés, hanem egy kicsikét, amikor úgy összegez is az ember, úgy eltöpreng bizonyos helyzeteken, és rájön arra, hogy mikor, mekkora marhaságokat csinált, amit nem kellett volna. De ha azt meg nem csinálja, akkor nem így alakult volna az élet. Ugye ez az egyik, amitől nekem kedves ez a szerep. A másik az, hogy ugye én esztergomi vagyok, ott is élek, az esztergomi Várszínháznak vagyok a vezetője, most már 20 nem tudom hány éve, és közben az egy jó pár színházban játszom is. Még a Temesvári Színházban is játszottam 3 évig. És hát Bakóc ugye esztergomi érsek, és én a levéltárban is Hegedűs András történész úrral is beszéltem többször is egyházi személyekkel is, és igazából Bakóc, hát mai fogalommal vagy szóhasználattal mondhatom úgy, hogy nincs a helyén, Bakóc Tamás nincs a helyén. Hogy miért? Erre nyilván sok válasz van,
hogy ahhoz, ezeknek a válaszoknak az igazsághoz van-e közük, vagy nincs, azt én most nem tudom, de hogy ez az előadás, és én egyre inkább azt hiszem, hogy annak a színésznek, aki Bakócz Tamást formálja meg, kötelessége is, nyilván ez a darabból is fakad, kötelessége az íróval együtt közösen egy olyan Bakócz képet kialakítani, ami talán helyre billenti ezt a kizökkent igazságot. Hát, ha olyan nagyon ismertem volna, akkor elmondanék igazat, tehát nem ismertem. Tehát azt hiszem, hogy, és ezzel nem vagyok egyedül, tehát tudják Bakócz Tamás, annyit tud az ember, hogy a mostani Székesegyházba, Bazilikába ugye beépítették az úgynevezett Bakócz kápolnát. Én ezt se tudtam, de szerintem sokan nem tudják, hogy ez oly módon történt, hogy a mostani bazilikától, hogyha a főbejárattal szembe állunk, akkor körülbelül egy olyan 50 méterre balkész felől, a baloldali harangtoronytól egy olyan pár méterre volt az eredeti helye a Bakócz kápolnának, és amikor a bazilikát építették, akkor olyan koncepció is volt, hogy esetleg egy ilyen sóhajok hídjával összekötik a Bakócz kápolnát és az új székesegyházat. Aztán az a megoldás valósult meg, hogy szétszették, ha jól tudom, 500 darabra, és darabonként beépítették a bazilikában. Most ezt én nem tudtam, hogy Európában ez volt az első, tehát a műemlékvédelem és az építészet szempontjából is egy korszakalkotó megoldás volt, és első megoldás. Tehát Európában még ilyen nem tettek. Nem, hogy műemlékkel, egyáltalán épülettel nem történt még ilyen. De az, hogy Bakócz Tamás ugye egy szavazat hiány nem lett pápa. Ha egy kicsit tovább gondolja ezt a helyzetet, akkor azt hiszem, hogy még bármennyire is vízió, de nem járunk messze az igazságtól, én biztos vagyok benne, akkor nincs 150 éves török uralom. Tehát ha Bakócz Tamás pápa azon az egy szavazaton múlott, hogy onnantól kezdve azért a magyar történelem elég mély repülésbe indult, és szerintem a mai napig ez hát nem tudom, hogy lehet, hogy megállt, de minden esetre ennek érezzük a hatását. Tehát azt gondolom, hogy ha Bakócz korában történtek olyan dolgok, amiknek a hatását a mai napig nem hevertük ki. Mert biztos, hogyha pápa lesz Bakócz Tamás, akkor valamilyen módon az ő diplomáciai érzékével, az ő politikusi, mert főpap volt ugyan, de hát szerintem egy nagyon nagy politikus volt, a politikusi tapasztalatával ezt el tudta volna kerülni, hogy Magyarországon itt 150 évig török uralom legyen. Aztán az is nagyon, nagyon tetsző nekem, vagy hogy mondjam, nagyon közel áll hozzám, hogy egy egyszerű jobbágy, egy egyszerű parasz gyerek a saját képessége miatt, a saját szorgalmával, tehetségével, agyával, agyafurtságával, eszével ilyen hihetetlen magas pozícióra jutott. Ez szerintem ez egy örök probléma, hogy hol van az a határ, amikor valamire azt mondjuk, hogy törtető, vagy karrierista, vagy az, hogy van benne egy egészséges ambíció. Ez szerintem arányok, tehát a görögök ezt nagyon jól tudták, hogy szinte mindent az arányokra építettek föl, és azt hiszem, hogy viszonyítási rendszer és arányok, mert szerintem nincs olyan tehetséges, jó képességekkel megáldott ember, akiben ne legyen egészséges ambíció. Tehát ha nem is mondja ki, de valahol érzi ezt, hát valahol ezt meg szeretné mutatni, vagy a világ elé szeretné tárni. Hogy aztán milyen módszerekkel, vagy hogyan, azt nem tudom, meg ezt nem tudni. Mi ebben a darabban a 21. századi? Hát szerintem az, hogy tehetséggel, hihetetlen munkával, kitartással, szorgalommal, sok mindent el lehet érni. Hát Bakócz Tamás sorsa is, vagy életpályája is erről szól. Aztán az is, hogy amikor ez elérte, és már visszatekint erre az útra, ugye azt mondja, hogy már nagyon vágyom megpihenni, mondja az utolsó felvonásban, akkor azért úgy összegzi, és valahogy fölrója magának, hogy sokszor hallgatott a nagyravágyás, ugye, amikor a becsvágy átmegy nagyravágyásba,
az bizony olyan cselekedetekre ösztökéli az embert, ahol néha hiány van a tisztesség, és az ember lelkiismeretét is elaltatja. Tehát ez valóban így van, de ezt ő is észrevette. De hát enélkül pedig nem lehetett volna eljutni oda, ahova eljutott. És van egy nagyon szép mondat egyébként, ezt Tóth Máté Miklós szerint egyre, már a próbák alatt is éreztem, hogy olvasgattam, hogy szóval, hogy nagyon eltalálta, nagyon jók a párbeszédek, nagyon jók ezek a belső visszaemlékezések, töprengések. Akkor azt mondja, hogy igen, hát amikor az ember eljut a magasra, ott már egyedül van, és nincs mellette senki, fázik az ember. És nincs mellette olyan se, aki levegye válláról ezt a keresztet. De hát miért is? Szóval én azt mindenkinek azt tudom javasolni, hogy nézze meg ezt az előadást, mert részben új nézőpontot ismer meg a történelemnek erről a koráról, ha egy picit tovább gondolja, akkor elképzelheti, hogy ha nem így alakulnak azok a történelmi események, akkor nekünk azért talán másképp alakul az életünk, és Bakocz Tamásban egy olyan egyházi főpapot, egy olyan személyt ismerhetünk meg, aki úgy politikus, hogy közben az emberségét is, és azt, hogy honnan jött, azt azért talán soha nem felejtett el. Ez az előadás klasszikus abban az értelemben, hogy arhaizáló kicsit a nyelvezete, tehát egy nagyon szépen formált nyelvezetű darab, igen. Illetve egy több felvonásos. Manapság divat az, hogy sűrítik. Örült annak, hogy ez nincs összesűrítve, vagy hogy nincs tömörítve? Bírja a néző? Most már harmadik előadás. Igen. Ezen én is meglepődtem, hogy nagyon figyelnek, vagy lehet, hogy aki eljön, az már sejti, hogy mire jött. Tehát lehet, hogy olyan közönséggel találkoztunk idáig, aki tudta, hogy mire számíthat. Nagyon figyeltek, nagyon lekötötte őket. Egyébként így, hogy két részben van, így is egy sűrítmény, tehát még ennek ellenére is egy nagyon sűrű. Néha úgy érzem, hogy bizonyos mondatokat lassabban kellene mondani, hogy azok a tartalmak, azok az információk azért jobban átmenjenek és eljusson a nézőhöz. És minden bizonnyal sok csavargó is hozzájuk csapódik. Ilyenkor ez elkerülhetetlen. Papok, vannak elegen? Elegen, érsek atyám. Ez az, ezt tartsuk. Falusi plébánosok, szerzetesek, leginkább ferencesek és domonkosok. Ez jó hír! De ahogy mondják, szép számmal érkeznek a fehérvári gyülekezőhelyekre is. És paptestvéreim? Gondolnak a jelentkezők lelki erősítésére is? Igen, atyám. A szerzetesek kisebb-nagyobb csoportokat alakítanak ki az egybegyűltekből. Itt kell váltani!